másik küzd szivárványa, kősegít. Nekünk ma még nem kell az életünkkel fizetni. Ma még csak 10 millió forint egy igaz szó ára. De vajon mi lesz az igazság ára 20 év múlva? Vajon mi lesz az igazság ára akkor, hogyha ez a rezsim marad, mert hogy Orbán még 20 évre tervez? Ahogy szoktam mondani, mi is addig tervezünk vele, csak mi a csillagban. Nem, barátaim, diktátorokkal nincs alkú, sem 56-ban, sem 21-ben. Diktátorokkal, zsarnokokkal nincs alkú. Veletek viszont igen, mert a jövő Magyarországa olyan lesz, mint amilyen ti magatok vagytok. A jövő Magyarországa olyan lesz, mint amilyen az ellenzéki összefogás. Egységes, de sokszínű. Sokszínű, ahol jobboldali és baloldali, konzervatív és liberális, vidéki és fővárosi együtt küzd azért, hogy ez az ország végre a szegénység és a félelem útjáról rátaláljon a szabadság és a jólét útjára. Arra az útra, ami nem keletre vezet, hanem nyugatra. Nem a diktatúrába, hanem a demokráciába. Nem a gyűlölködésbe, hanem a békességbe. Nem a korrupcióba, hanem a tisztességbe. Hiszen ha valódi változást szeretnénk, ha azt szeretnénk, hogy Magyarország ne az Orbán klán, hanem a magyar emberek kezében legyen, az egyetemeinktől az autópályáinkon át egészen a legfőbb ügyészségig bezárólag, akkor én azt mondom nektek, ha valami, akkor a mi összefogásunk a méltó arra, hogy kétharmados felhatalmazást kérjünk az elmúlt 30 év lezárásához és egy új korszak megnyitásához. Frissken ér rá törkölszatja, rádióból magyar nóta, száraz fűközt, poros ösvény, hiányzik, hogy úgy szeressél, ahogyan én szívből bírlak, ne csak vért vér, ne csak sírtak, messzed falu, falu végen. Ma is emlékszem a tekintetükre. Ezekben a szemekben nem volt félelem, csak szihetetlen elszánás. Nem lehetett nem velük tartani. Aztán elérkezett a szobor ledöntésének pillanata. Életem egyik legnagyobb élménye. Nagyon nehezen birkóztak meg a szoborral, elszakadtak a drótkötelek, végül a csizma magasságában elvágták a szobrot, és úgy sikerült ledönteni. És amikor ledőlt, akkor 100 meg 100 ezer ember egyszerre öröm újjongásban tört ki. Az az élményem, amit nem tudok elmondani, talán a Baszti bevételénél lehetett ilyen, hogyha a történelembe belemélyedek és elképzelem. Hihetetlen örömmámor, mindenki mindenkinek a testvére lett, könnyes szemmel ölelték, csókolgatták egymást az emberek. Nem akarták elhinni, hogy végre bekövetkezett az a pillanat, amit annyira vártak. 56 mindenki, ezek voltak Göncz Árpád szavai, amikor először ünnepelte az ország szabadon, október 23-át. Kaptunk egy esélyt. Az Európai Magyar Köztársaságnak talán az utolsó esélyét. Kaptunk egy esélyt arra, hogy jövőre demokraták, jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok és konzervatívok együtt üzzük el Orbán Viktor rendszerét. És egy feladatunk van október 23-án. Emlékeztetni mindannyiunkat. Nehogy elszúrjuk. Ez a mi esélyünk. 1956. október 23-a a köztársasági eszme születésnapja volt. Azért az eszmévé, amelyben mindannyian hiszünk, akik itt vagyunk, akik mindannyian közös hazánként szeretnénk tekinteni Magyarországra, és akik tudjuk azt, hogy csak olyan ország lehet a közös hazánk, amely szabad, és amely minden állampolgár egyenlőségét is biztosítja. A köztársasági eszme arról szól, hogy közösen vállalunk felelősséget egymásért. A köztársasági eszme arról szól, hogy soha nem lehet olyan hatalom, amely azonosítja magát az országgal, hogy a nemzet mindannyiunké, és aki megkérdőjelezi azt, hogy valaki a nemzet része, az méltatlan arra, hogy ebben az országban
politikus legyen. A köztársasági eszme arról szól, hogy a nemzeti lobogóra nem lehet semmilyen önkény uralmi jelképet helyezni. Azért a lyukas zászló 56 és a köztársasági eszme szimbóluma. Mert nem kérünk abból, hogy politikusok megmondják nekünk azt, hogy hogyan kell magyarnak lenni. Hogy politikusok kioktassanak minket abból, hogy hogyan kell rendesen viselkedni. Hogy politikusok ahelyett, hogy szolgálnák a népet, uralkodni akarnak rajtuk. 56 letépte a nemzeti trikolorról a hazug politikai jelképét. És nekünk erre kell készülnünk az elkövetkező fél évben is, hogy a nemzeti lobogó ne szentségtelenítse be Orbán Viktor gonosz rendszere. De minden forradalomnak, még a legszelidebb forradalomnak is kellenek vezetők. Olyan vezetők, akik össze tudják fogni ezt a sokszínű tábort. Egy olyan vezető, aki a szeretet hatalmát hozza a gyűlölet rendszerével szemben. És ez a közös nevező, a mi vezetőnk, ennek a változásnak az első ember, aki a viszi a zászlót, és helyettünk is megküzdi a maga harcát. Magyarország következő miniszterelnöke, Márki-Zay Péter. Köszönöm! Köszönöm! És ahogy hallhatták, ez a negyedik köztársaság születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot Magyarország! És boldog karácsonyt! És remélhetőleg boldog húsvétot is! 1956. október 23-a a magyarság szeretete a szabadság iránt. A magyar szabadság szeretet napja. Mi is történt 1956. október 23-án? Hát a magyarok meguntak valamit. Megunták a pártállamot, a szellemi lemaradást, bezárkózást, lemaradást a nyugattól, az elszegényedést, vállalkozások, egzisztenciák ellehetetlenítését, a megfélemlítést, a politikai kinevezetteket, a kontraszelekciót, az orosz befolyás erősödését, a soha meg nem térlő nagy beruházásokat és ostoba látvány beruházásokat, a lehallgatást és a megfigyelést, a koncepciós pereket, az agitációt, a sikerpropagandát, a gyűlöletkampányokat, azt, hogy mindig egy kiválasztott csoportot kellett utálni, és az összeesküvés elméleteket. Ebből a pártállamból lett elege a magyaroknak 1956. október 23-án. Ebből lett nekünk is elegünk most. Mert ebben a győzelemben ott volt az összefogás. Nem azt nézték, amikor a puskát töltötték, amikor az orosz tankok ellen küzdöttek, hogy akik jobbról vagy balról mellettük vannak, azok milyen ideológiát képviselnek. Hogy éppenséggel melyik párthoz tartoznak, tartoznak-e párthoz férfiak, vagy nők, idősek, vagy fiatalok. Minden magyar együtt volt. Teljes nemzeti összefogás volt 56. október 23-án, és csak így lehetett legyőzni, akár az orosz hadsereget is. Most is a mai nap üzenete számotokra a teljes összefogás. Fiatalok, idősek, párttagok és civilek, férfiak és nők. Ha mindannyian összefogunk, és nem azt nézzük, hogy ki van mellettünk, aki velünk harcol, hanem együtt harcolunk a közös ellenség ellen, akkor győzni fogunk. Köszönjük szépen! Megcsináltuk! Köszönjük az ellenzéki összefogás jelöltjeinek! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk!
Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Narancssín küzd szivárványjal, kőszegig vívnak egymással, ne bántsad a zsinagógát, nem bántsad.